A New Oxford College kórusa az Egyesült Királyság egyik leghíresebb, legnagyobb hagyományokkal rendelkező énekegyüttese. Eredete a 14. századra vezethető vissza. Mára a világ vezető kórusai között szerepelnek, repertoárjuk az egyházi zene minden területét felüleli, de elsődlegesen az anglikán egyház énekeinek és zsoltárainak legautentikusabb tolmácsolójaként ismertek világszerte. A kórus karnagya és művészeti vezetője Robert Quinney, a Westminster Abbey orgonaművésze. We have 16 boys singing today in the concert. 16 fiú énekel ma a kórusban, ahogyan a legtöbb istentiszteleten is. Emellett vannak mélyebb hangjaink, 6 profi énekes és 8 egyetemi hallgató, akik az egyetemen tanulnak. And 8 students who are students at the college. A kóristák az oxfordi régióban élő 7 és 13 év közötti fiúgyermekek lehetnek, akiket számos jelentkező közül választanak ki. A fiúk jelentkeznek a kórusban lévő helyekre, de nem csak a kórusba, hanem az egyetem iskolájába is, bejönnek, énekelnek nekem egy zeneművet, dolgozom velük egy kicsit, hogy lássam, van-e fülük a zenéhez, ugyanakkor felvételi tesztet is írnak az iskolában. A kórus legfőbb ismertető jegye egy olyan csengő hangzás, melyet a kisfiúk által énekelt szoprán és altszólamok tesznek különlegessé, valamint az az energia, amely minden előadásukban megmutatkozik. A koncerten Thai, Telis, Bird, Schütz és Johann Sebastian Bach művei csendültek fel, orgonán Timothy Wake-ről játszott.